Zoran Spisiak lett az ETL labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A szerb származású tréner a következő szezontól veszi át az irányítást Csatú Sándortól. Az egyesület időközben minőségi igazolásokat és feljutást tervez. Zoran Spisiak edzői karrierjét 1991-ben Walesben, a Cardiff Citynél kezdte. Magyarországon többek között a Debrecennél és az Újpestnél dolgozott, majd legutóbb az ETével egy osztályban szereplő Békés Csaba trénere volt. Mint mondta, célja az NB1-be jutás, amihez véleménye szerint minden feltétel adott Zalaegerszegen. Engem mindig a siker érdekel, mindig abból indulok. Ebben a pillanatban azt mondom, hogy Zalaegerszeg abba a stádiumban, abba a fázisban van, ahol azt mondom, hogy az infrastruktúrát és a többit már helyre rakták. Most jön a következő, ahol a csapatot és az eredményt kell a pályán rendbe rakni és magasabb szintre hozni, és ebből a cél csak egy lehet, hogy legmagasabb szinten szerepeljen a csapat. A klub 2+1 éves szerződést kötött a szerb mesterrel. Vele együtt nyáron több új játékos is csatlakozhat a kerethez. Innentől kezdve elkezdődik majd a játékos piacon is egy olyan, hogy ki az a 4-5 játékos, akivel mi NB1-es szintű játékosoknak gondolunk, tudnak nekünk segíteni abba, hogy előrelépjünk, hogy egy feljutást célozhassunk meg. És a cél az, hogy kialakítsunk egy olyan tímet és egy olyan karakteres csapatot, amelyikre kimondhatjuk majd, hogy a célunk az, hogy a feljutó csapatok közt versenyezzünk a feljutásért. A csapatot a hátralévő 4 mérkőzésen még Csatú Sándor irányítja. A kékfehérek legközelebb vasárnap a Cigánd otthonában lépnek pályára.